Bár véget ért a mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesületének két pályázata, továbbra is szeretnék működtetni tanácsadó szolgáltatásokat, ha nem is olyan mértékben, mint eddig, hangzott el a projekt záró sajtótájékoztató. A sajtótájékoztató megtudtuk, várakozásaikon felül keresték fel az egyesület irodáját, nem csak a megyéből, hanem a Dunántúról is, és nem csak a tagtársak, hanem civilek is. A szakemberek lehetőségeikhez mérten mindenkinek megpróbáltak segíteni, a legtöbben a devizahitelekkel kapcsolatban fordultak az irodához. Az, aki előre tudja tervezni, vagy előre tervezte a pénzügyi életét, az, aki akár közalkalmazott köztisztviselőként valamilyen vállalkozásnál dolgozott, és megemelkedett a törlesztő részlete, mit tudom én, 40 ezerről 80 ezer forintra, és közben a két keresőből, a család két keresőjéből egyik elvesztette a munkáját, ez hatalmas problémákat jelentett itt a térségünkben. Márton Gábor az egyesület elnöke elmondta, a sikeres munka folytatásaként bíznak további pályázatok elnyerésében. Bízom benne, hogy továbbra is, hiszen most jön a dömping a tanácsok tekintetében, hiszen egy hónap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzanak a devizahitelesek problémájukról, vagy fellebezésükről, vagy nem egyetértésükről. Bízom benne, hogy lesz folytatása, hiszen a Magyar Nemzeti Bank információi szerint ismételten kerül kiírásra hasonló jellegű pályázat, amiben szeretnénk ismételten pályázni. Az egyesület a pályázat keretein kívül önkéntes munkában minden kedden 14 órától várja mindazokat, akiknek valamilyen pénzügyi vagy fogyasztóvédelmi segítségre van szüksége.